Melegítenek a pulzus ese növendékei az O60-i óvoda és általános iskola Székhelyi iskolájának tornatermében. Ez az egyik utolsó aerobik edzésük az évben. Az idei versenyszezon véget ért. December 4-én tartotta a Magyar Tornaszövetség aerobik szakága 2010 utolsó versenyét, a B-kategóriás Magyar Kupa döntőt, ahol számos dobogós helyezést szereztek a 60-i versenyzők. Kiváló eredményeket értünk el, nem várt jó eredményeket. Ha gyorsan összesítenem kell, akkor 6 egységünk aranyéremmel tért haza. Ez 44 gyereket jelent. A 6 egység az jó sok gyereket csoportosít magában. 4 ezüstös talán, vagy 5, és egy bronzos egységünk van. A kiváló eredményekkel sok munka is jár. Hetente több edzésük is van a gyerekeknek. Hogyha heti bontásban mondom, akkor valakinek 3, valakinek 4 edzése van, attól függ, hogy A vagy B kategóriás versenyző. Illetve egész évben dolgozunk, januártól egészen évvégéig, ilyenkor van egy lélegzetvételnyi szünetünk, illetve egy kis nyári szünetet is kapnak természetesen a gyerekek. A pulzus ese országos szinten a legjobb egyesületek között van. Országos szinten eredményességben már évek óta, hosszú évek óta a második helyen állunk, ami egy nagyszerű eredmény, mivel 30-35 egyesület versenyzik a szakágunkban. Húzd hátra, könyöködet, zárd össze a lapockádat, 3, és kifelé oldat érted. Az aerobik egyre népszerűbb sport Magyarországon. 60-ban ez különösképpen igaz, hiszen a legnépesebb szakosztály itt van. A pulzus ese egyik csapata zenére gyakorolja a Magyar Kupán aranyérmet érő formagyakorlatot. Versenyezni már 6-7 éves koruktól lehet a gyerekeknek. Az elbírálás szigorú. A tökéletes kivitelezés mellett a művészi értéket is figyelik a bírák a versenyeken. Teréki Beáta szerint ez a sport nem csak a testet tartja karban, de a színpadi szereplés magabiztosságot is ad a versenyzőknek. Az edzéseken pedig életre szóló barátságok születnek.